Nem véletlenül tartják megyei futballberkekben a középmezőny egyik legmasszívabb csapatának a Dunaföldvárt. A hatodik helyen álló földváriak az élmezőny csapataival szemben is remekül helyt álltak az őszi idényben. Így volt ez a tavaszi idényitón a Tolna otthonában is. A kékmezesek imáron új edző, a hazatérő, egykori Tornyi Barna tanítványnak is nevezhető Hagymási Zoltán irányításával megnehezítették a Tolna dolgát. Azzal, hogy már a középpályán felvették az ellenfél játékosait, és tudatos tolódással a szíleket is többé-kevésbé le tudták zárni. A 21. percben persze vezetést szerzett a fölényben játszó hazai Tolna. Lakatos Gergő szerencsétlenül megpattant 25 méteres átlövése után a labda a hálóban kötött ki. Ettől függetlenül sokáig nyílt volt a mérkőzés. A kékek kontráiban ugyanis sokszor benne volt a gólveszély, a Bildhéber Bencét helyettesítő Merkel kapusnak dolga akadt a mérkőzésen, nem is kevés, a közvetlen védelem is tulajdonképpen végig munkában volt. Azért a játékbeli fölényben levő tolnaiak az új játékosok egyikének, Kovács Eriknek a bevetésével, a már csereként a sérüléséből visszatérő Blatt Pállal, Erdélyvel, Lakatossal, no és a már régebbi alapemberekkel összehozták az 56. percben a második, már győzelemmel kecsegtető gólt. Egy pértölelő átadás után, egy nagy kapushibát követően, ifjabb Buzás a hozzá visszakerült labdát egyből a 100%-os gólhelyzetben levő Szabolcska Tamáshoz passzolta. A tolnai csatárnak már, mint ahogy látszik, nem volt nehéz dolga ahhoz, hogy két gólra növelje csapat előnyét. A Dunaföldvár nyíltabb játékkal az utolsó negyed órában közelebb állt a gólszerzéshez, mint korábban, de az igazán nagy gólhelyzetet a földváriak időnkénti fellazulása miatt a meccs vége felé a tolnaiak hagyták ki. Amit elgondoltunk, azt úgy hiszem, hogy teljesítettük ezzel a 2-0-an. Nagyon nehéz volt, ahogy utaltál is rá, az időjárás nagy szél volt, illetve a pályatalaja eléggé megnehezítette a dolgunkat, de úgy láttam, hogy végig azért kézben tartottuk a mérkőzést. Voltak ugyan megingásaink, de voltak olyan lehetőségeink még, amivel esetleg magabiztosabbá tehettük volna, úgyhogy azért merem mondani, hogy szerintem ez a meccs ez így rendben volt. A taktikai elképzelés egyik nagyon fontos eleme bejött Buzás Attila számára. A Dunaföldvár egy picit mélyebben védekezett valóban, de mi készültünk, hogy ezt hogy lehetne esetleg feltörni. Nagyon jól jött, hogy egy átlövés, de hát ez is benne van. Tulajdonképpen egy beálló védelmet, egy átlövésből, vagy a széleken való játékkal lehet feltörni, ez most sikerült egy jó eltalált lövéssel. A Tolna gyors előrejátékában és visszarendeződésében hozzátett az új szerzemény, nem is keveset, a Paks 2-től NB3-as tapasztalatokkal érkező fiatal játékos Kovács Erik. A Dunaföldvár elég masszívan védekezett, nagyon nehezen tudtuk őket megtörni, de sikerült. A védők egyszer-kétszer belehibáztak, jól indultunk be, és Hogyan fogod föl ezt az átigazolást? Ulódeszka majd újra az NB3 felé, most neked itt lesz dolgod, itt segíted a Tolnát, a Tolnának is vannak NB3 szintjén. Én úgy gondolom, hogy most ennek a csapatnak kell megfeleljek, de azon vagyok, hogy minél előbb visszakerüljek a Paksi FC-hez. Fiatalos lendületet hozott a pálya közepén, és tulajdonképpen egy olyan sebességgel tudunk ott már játszani, ami eddig azért nem volt. Tapasztalt játékosok játszottak ott, ez sincs elvetve, természetesen néha majd kell, szükséges lesz, de most jelen pillanatban úgy látom, hogy sebességben gyorsult a csapatunk, ez gondolom, hogy majd pozitívan fog visszacsengeni itt a tavasszal. Amikor majd az őszinél több rangadót kell megnyernie, a most még pont hátrányban levő harmadik helyen álló Tolnának közvetlen riválisaival szemben, mint az őszi idényben. Persze, amire ez a mérkőzés is rámutatott, a masszív középcsapatok egyike ellen sem lesz egyszerű a bajnok aspiránsoknak a siker, akár otthon, akár idegenben.